Folytassuk is a raktáros elméletet a 20-as tétellel. Ismertesse a csomagolás logisztikai szerepét, megjelenési formáit. Mutassa be, hogy a csomagolás funkciói miként érvényesülnek a raktározásban. Kulcszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. A csomagolás logisztikai szerepe 4 szempont szerint. A csomagolás megjelenési formái, a csomagolás funkciói, és az egyes funkciók tartalma, tehát négy funkciója van egyébként, az egyes funkciók érvényesülése a raktárba. Motto. A csomagolás akkor jó, ha a jelenleginél erősebb, olcsóbb, nem foglal helyet, és használat után magától eltűnik. A csomagolás jelentősége a, cso a logisztikában. A csomagolás szó hallatán még ma is sokan legyintenek, és az jut eszük be erről, hogy zacskó. A megfelelő csomagolás kiválasztása nagy mértékű jelentőséggel bír a logisztika legkülönbözőbb részrendszereiben. És nagy számú befolyásoló tényezőt kell figyelembe venni a csomagolási módrendszer megválasztásánál. Az integrált csomagolási rendszer az alábbi feladatokat és célokat foglalja magába a logisztikában. Termékvédelem, károsodás, dézsmánlás elleni védelem biztonsága, termékminőség megőrzése, kezelhetőség megfelelő térfogat méret gépesítés, logisztikai termékinformáció, információáramlás, a tárolás észszerűsítése, marketing feladatok, külalak formatervezés. Környezetvédelem, könnyű eltávolítás és megsemmisítés. Logisztika szerepe a csomagolás technikában. A szállítási precizitás növelése, a csomagolási anyagok készlet szintjének csökkenése. A csomagolás kialakítása és a csomagolási áruk beszerzését befolyásoló tényezők a következők. Áruhalmaz állapota, szilárd ömlesztett vagy darabáru, folyékony vagy gáz? Az áru geometriai méretei, az áru mennyisége, tömege és súlya, az áru fajtája alapanyag félkész vagy késztermék, áru berendezések aktuális típusai, szállítási láncrendszer, láncrendszer összetétele, a raktározási módok. Az egyes csomagolásokkal szemben az alábbi tényezők támasztanak már tervezéskor figyelembe vendő követelményeket. Különféle szabályozások, előírások, például veszélyes anyagok élelmiszerek esetében. A megrendelők kívánságai, szín, felirat, halmozhatóság. A rendelt mennyiségek, például kis kiszerelési termékek nagy mennyiségének gyűjtő csomagolása a szállítóeszközök méretei teherbíró képessége különleges kiépítése, a szállítási alágazathoz tartozása. Tengeri szállításhoz különleges csomagolás szükséges, vagy közúti csomagolás. A raktáros lehetőségei. Szabadtéri tárolás esetén már csomagolóeszköz kell alkalmazni, mint az zárt raktár használatakor. A belső és külső anyagmozgatás feltételei, rendelkezésre álló targoncát, teherbíró képessége behatárolja a csomag méreteit. A termelőhelyek egymáshoz viszonyított a kérdése, például a kis házon belüli mozgás, vagy mozgatásokhoz ö, egyszerű csomagolást ö, alkalmazunk, illetve használunk. A csomagolással kapcsolatos logisztikai megfontolásoknak az érvényesítése azért is rendkívül fontos, mert a csomagolóanyag a gyártmány elkészültével egy időben minden igényt kielégítő módon rendelkezésre kell állnia. Fontos logisztikai követelmény a csomagolás tervezőjével szemben is a szabványosítás. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tény sem, hogy egyre inkább követelménye válik az újrahasznosítható csomagolóanyagok használata. Illetve az újrahasznosítás megszervezésének ösztönzése. Csomagolás egyelő ideiglenes burkolat. Hagyományosan három fő funkciója van, kezdjük balról. A termékek célszerű egybefogása, a környezetvédelme a termékkárosító hatásaitól, a termékvédelme a környezet hatásaitól. A logisztikai folyamatban, a csomagolásnak még más, újabb követelményeknek kell megfelelni. Áruvédelmet kell biztosítani mechanika-kémiai klimatikus hatásoktól, információt kell hordozni a tartalom tömeg romlandóság kezelésmódja, könnyű kezelhetőséget kell biztosítani, alkalmasnak kell lenni egységrakomány képzésére. A csomagolásnak az áru eljuttatásban is lényeges szerepe van, amit elsősorban az áru tulajdonsága, fuvarozási ág és fuvarozás útvonala határozza meg. Halmaz terhelés, tartó statikus terhelés és tárolás során. Horizontális és vertikális ütések, fékezés, leesés, borulás, kilengés, tartós rázás, rázkódás, pálya egyenletlenség miatt, klímahatások, például páratartalom, hőmérsékletváltozás, napsugárzás, biológiai kártevők, élősködők, rákcsálók, penész, kémiai igénybevétel, sós pára és a légszennyezés. A csomagolás funkciói egy másfajta megközelítésben. Védelmi funkció, kezdjük balról. Áruvédelem, és környezetvédelem. A védelmi funkcióknak az alábbi területekre kell ha kiterjednie. Mennyiségi és minőségi veszteségek, mechanikai, fizikai, klimatikus, kémiai és bi biológiai igénybevételek, emberi kártétel, szennyezés és környezet egyéb hatásai. Racionalizálási funkció a termékek kezelésének megkönnyítését célozza a teljes ellátási láncszóán. A csomagolás tegye lehetővé a könnyű töltést, a biztonságos zárást, visszazárást. Tegye lehetővé továbbá meg a halmazhatóságot, a visszagyűjtést, újrafeldolgozást, a könnyű eltávolítás lehetőségét, a rögzítés lehetőségét fuvarozás közben. Kommunikációs funkció. Feladata mindazon információk közlése a környezettel, amely a termék kezelése felhasználás szempontjából lényegesek. Az információ terjedjen ki a kiválasztás megkönnyítésére, a termék azonosíthatóságára pontos megjelölésére, a termék használati utasítására és a kezelési tudnivalókra. Marketing információ vagy marketing funkció A termék értékesítésében tölt be jelentős szerepet ez a marketing funkció. Feladatai közé tartozik a filényen felhívása termékekre, termékekre, reklámhirdetés, esztétikus megjelenítés, vásárlásra ösztönzés. A fenti ember funkciók a csomagolás különböző területei nem egyforma súlyjal jelentkeznek. A legkritikusabb a fogyasztói csomagolás, mert egyrészt ezzel találkozik a végső felhasználó, akinek az igényeit maximálisan ki kell elégíteni logisztikai szemléletmód, magas szintű vevőkiszolgálás, másrészt a termék e fázisban kerül ki a számára kedvező környezetet biztosító szabályzott körből. A csomagolással szemben általános érvényű követelményeket támaszt a logisztika. Megköveté, hogy a tömegé és terjedelme szükséges mértékre korlátozódjon, a teljes logisztikai folyamat alatt biztosítsa az áruvédelmet, az újrafelhasználása technikailag lehetséges, jogilag megengedhető, használat után újra feldolgozható legyen. A fuvarozók által kiadott fuvarozási feltételek a feladó kötelezettségévé teszik a szükséges és elégséges szállítási csomagolást. A hiányosságokból eredő károkért a fuvarozó nem vállal felelősséget. Ezért a nemzetközi árujájuttatási folyamatokban gyakran veszik igénybe az árukibocsájtók, az előírásokat jól, el, jól, ismerő és alkalmazó szakosodott logisztikai szolgáltatókat. A különböző fúrozási módok csomagolása igénye eltérő. Legnagyobb odafigyelést a tengeri árufuvarozás igényli, ahol a csomagolásra szemben elvárás, hogy ellenálljon a tengerhullámzást okozta a csavaró mozgásnak és megfelelő áruvédelmet biztosítson a nedvesség és a sóspára ellen. Ugyancsak különös figyelmet kell fordítani a veszélyes áruk csomagolására. Az egyes közlekedési ágok közzé tették a veszélyes árukra érvényes előírásokat, amelyek nem csak a fuvarozásra, hanem a csomagolásra is vonatkoznak, az RID, ADL, IMDG kódokat. Fontos a csomagolással kapcsolatos előírások állandó változásának figyelemmel kísérése. A korábban használt anyagokat betítják, egyes bélelő anyagokat, vagy beviteli vámmal sújtják, vagy környezetvédelmi bírsággal is terhelhetik. A csomagolás megjelenési formája a logisztikában más és más. Négy fő formája ismert: fogyasztói, gyűjtő, szállítási, csomagolás és még egység ö, rakományok. De nézzük is a fogyasztói csomagolást. A fogyasztói csomagolás a vásárlói igényeknek megfelelő mennyiségben fogja össze a terméket. Rendkívül tetszetős, felkelti a fogyasztó figyelmét, széles körű információt hordoz a benne lévő termékek összetételével, felhasználásával kapcsolatban, illetve marketing feladatai is vannak. Gyűjtőcsomagolás, kevés, kevéssé tetszetős, a könnyebb megszámolás érdekében kialakított készletmennyiség, általában csak raktárosok számára hordoz adatokat, illetve információkat. Illetve van még a szállítási csomagolás. A szállítási csomagolás a könnyebb gépi mozgatás számára összefogott készletmennyiség. Illetve van még, vannak még egységrakományok, ezek a szállítási csomagolások speciális változatai. A csomagolóanyag kínálati tára nem csak, a kö, nem csak a költség, hanem a környezetre gyakorolt hatása szempontjából is fontos kérdés. Az egyre növekvő termékforgalom, valamint a nagyobb vásárlói igények és a csomagolás költségének növekedése, a korábbihoz képest sokkal nagyobb figyelmet követel a felhasználóktól. Kiváltotta a körültekintő figyelmet, számos ország szigorodó környezetvédelmi szabályozása is. És nagyjából szerintem a 20. tételünk véget is ért, úgyhogy... További jó tanulást kívánok!